ismét meghirdették a madáretető készítő versenyt Visegrádon. 35 ezer ingyenes nemzetközi vasútbérletet ad a MÁV. A Közi Önkéntes Egyesület Szigeti Árnyalatok címmel indít fotópályázatot. A Madách Színház Tolnai Szalonjában nyílt kiállítása az Ikon Szentendrei Szépművészeti Egyesület művészeinek. Kerékpáros felvonulással és hagyományos naszály túrával ünneplik a Föld napját Vácon. Igazi zenei kuriózum és híresség érkezik Duna Bogdányba. Ismét meghirdették a madáretető készítő versenyt Visegrádon. A tavalyi évben indult madárodó és madárkészítő verseny idén is folytatódik Visegrádon. A megmérettetés célja, hogy a lakókörnyezet szépüljön és az egyén örömére, valamint a kert hasznára végezzenek a lakosok közösségi munkát. Az odukat és etetőket az utcáról jól látható helyre kell helyezni, akár fákra, kerítésre, ablakba, előkertbe, de figyelembe véve a szakemberek tanácsait. Azt, hogy hogyan és milyen madárnak készüljön az odú vagy etető, a Magyar Madártani Egyesület elérhetőségén az mme.hu honlapon kaphat tanácsot minden érdeklődő. Az internetes oldalon madárfajokról, odúméretekről és egyéb fontos tudnivalóról lehet tájékozódni. A Pilisi Parkerdőgazdaság munkatársa is készségesen adnak tanácsot a méreteket, típusokat illetően. A legjobb, ha természetes anyagokból készül a madárodú. Ezen kívül várják a saját fantáziájukat, ötleteik alapján készült munkákat. Pályázni lehet május 10-ig a Madarak és Fák napjáig az ispanmarta111@gmail.com e-mail címen, a 0630 463 7111-es telefonszámon, vagy a Visegrádi Rózsák Facebook csoportban. A verseny elbírálásában szakemberek vesznek részt, akik a természetvédelmi szakmai szempontok és kreatív megvalósítás alapján bírálják el a madárodók és etetők készítőinek munkáit. Minden pályázó értékes nyereményekre számíthat. Azok a fiatal felnőttek, akik ebben a tanévben töltik be a 18. életévüket és szeretnék bejárni Európát, április 16-án déltől 2 hétig újra regisztrálhatnak az ingyenes Európa 32 országába érvényes Interrail vonatbérletre. Az ingyenes utazási lehetőség remek alkalom felfedezni Európa országait a nyelvtudás fejlesztésére és új barátok megismerésére. Az Európai Unió fenntartható utazás előmozdítását célzó Discover EU nevű programja keretében április 16-a és 30-a között, a 2005. július 1-e és 2006. június 30-a között született, az Unióban vagy az Erasmus Plus programhoz társult nem uniós országok valamelyikében élő fiatalok ismét pályázhatnak a 35 ezer ingyenes vasúti bérlet egyikére. A 7. éve rendkívüli népszerűségnek örvendő kezdeményezés keretében eddig összesen már több 100 000 európai fiatal utazhatta be Európát Interrail vasúti bérlettel. Jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet, ahol a regisztrációt követően részt kell venni egy kvízjátékban. A szerencsés pályázók idén július 1-e és 2025. szeptember 30-a között használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton. A Közi Önkéntes Egyesület Szigeti Árnyalatok címmel indít fotópályázatot. A Közi Önkéntes Egyesület a Szentendrei Sziget természeti értékeinek bemutatására természetfotópályázatot ír ki. A pályázat célja a kategóriánként meghatározott természeti értékek művészi megjelenítése. A beküldött felvételekből a zsűri válogatása alapján 2024. augusztusában kerítés kiállítást rendez az Egyesület. A pályázaton részt vehet minden amatőr fotós életkortól és lakóhelytől függetlenül, aki a megadott részvételi feltételekkel készíti el pályázati anyagát. Nevezési határidő június 30-a. Nevezni bármilyen fényképezőgéppel vagy telefonnal készített felvétellel lehet. A pályázaton minden versenyző kategóriánként maximum 3 képpel indulhat. A felhívás megjelenésének időpontja előtt készült képekkel is lehet nevezni, amely azonban más pályázaton még nem szerepelt.
A pályázaton való részvétel ingyenes. További részleteket a plakáton olvashatnak az érdeklődők. Az Ikon Szentendrei Szépművészeti Egyesület alkotóinak új kiállítása nyílt meg a Madách Színház online szalonjában. Az eseményen közel 30 művész mutatkozott be, akik különböző technikákkal alkotnak, így festmények, fotók, grafikák és textilmunkák is láthatóak voltak a tárlaton. A kiállítók között olyan elismert alkotók is szerepeltek, mint Tamás Mária festőművész, aki Tahitótfaluban él és alkot, többek között volt már kiállítása Dunabogdányban is. Bozsó Zsuzsa festőművész és grafikus, aki egy ideig a Danubia Televízió munkatársa is volt, valamint Végvári Tamás grafikus és festőművész, aki szintén televízió munkatársa. A tárlat két vendégkiállítóval is bővült, Gulyás Judit Ferenci Noémi díjas textilművésszel és Pató Károly grafikussal. Az Ikon csoport elnöke Ezüst J. István nyitotta meg a kiállítást. A művészet születésének ősi pillanatában a művészeti ágak még nem váltak el egymástól, a művészet része volt az egész életet átható kultusznak, mágiának. A barlangok falára felfestett állatok rituális leszúrása, mint a vadászmágia része egyben, mint egyfajta ősi előadás jelenik meg. Napjainkban a 60-as években gyökerező eseményművészetek, a happeningek, akciók, performanszek és akciófestészet elképzelhetetlenek lennének zenei vagy hangi effektek vagy mozdulatok tánc nélkül. Ezüst J. Zoltán elmondta, hogy ekkor jelentek meg a világban azok a művészek, akik szobraikhoz, installációikhoz, festményeikhez a zenéből, mozgásból és színpadi előadásokból nyertek ihletet. Tulajdonképpen társművészeteknek is lehet nevezni, hiszen hatnak és inspirálódnak egymásból. Emelte ki az elnök, majd hozzátette, hogy ahogy a zene vagy a mozgás, úgy a képzőművészet is számtalan formában ölthet testet. Az Ikon csoport összetartó ereje az alkotók és az alkotások sokszínűsége. Ez persze lehetne ellentmondás is, hiszen a művészet történet különböző korszakaiban és főleg a 20. század történeti avantgárd irányzataiban a művészeti csoportosulások egy vezérelv köré szerveződtek, és többnyire csak a magukat tartották az egyetlen irányadó stílusnak, és minden mást elutasítva hittek a saját teóriájukban, művészetükkel kapcsolatban. Például az impresszionizmus, a kubizmus, a futuristáknak vagy a szürrealistáknak mindnek megvoltak a teoretikusaik és a rájuk jellemző stílusjegyeik. Az Ikon csoport összetartó ereje az alkotók és az alkotások sokszínűsége, fűzte hozzá Ezüst J. István, kiemelve, hogy a művészetben éppen ez a sokrétűség a szép, hogy minden alkotó más és más igaz utat jár, ami azonban össze is kapcsolhatja őket. Az Ikon Szentendre Szépművészeti Egyesület 2004-ben alakult, és azóta meghatározó szereplője a város művészeti életének. Tagjai között festők, grafikusok, fotóművészek és textilművészek találhatóak, akik kiállításaikkal és rendezvényeikkel aktívan hozzájárulnak a művészeti kultúra fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. Az egyesület tevékenysége széles spektrumot ölel fel, ideértve a művészeti kiadványok gondozását, kiállítások szervezését és támogatását, valamint művészeti események szervezését és részvételét. Az Ikon csoportnak kiemelt célja a művészeti tehetségek felkutatása és támogatása, valamint a művészeti nevelés és képzés elősegítése. A közösség rendszeresen szervez különböző programokat, mint például az Ikon nap a Bükköspatak partján, amelyeknek célja a művészek és a közönség közelebb hozása egymáshoz, valamint a művészeti alkotások megismertetése és megértése. Az Ikon Szentendre Szépművészeti Egyesület tagjai elkötelezettek a művészi kifejezésmódok sokszínűsége és az alkotás szabadsága iránt, és céljuk, hogy hozzájáruljanak a művészeti élet gazdagításához és a kulturális örökség ápolásához. Kerékpáros felvonulással és hagyományos naszájtúrával ünneplik a Föld napját Vácon. A jeles naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat április 20-án szombaton 11 órakor a kerékpáros felvonulással kezdődik. A résztvevők a március 15-e térről indulnak.
Innen a budapesti főúton haladnak tovább a Zöldfa utca, Vásár utca, Rádi út, Damjanics tér, Csányi körút, Széchenyi utca, Galcsek utca, Naszály út, Újhegyi út, Huszár utca, Kétlyukú híd, Balassagyarmati út, Kazinczy Lajos utca, Németh László út, Bukisor és Dózsa György út mentén. Vissza a kiinduló pontra. Több évtizedes hagyomány Vácon, hogy a földnapján a város apraja nagyja elindul gyalog a Naszályba, hogy ezt a nevezetes napot a nyíló virágokkal a hegy csúcsán ünnepelje. Most is erre a programra hívják az érteklődőket, akiket almával és hamuban sült pogácsával várnak a szervezők. Idén, április 21-én vasárnap délelőtt a Gyadai rét felől közelítik meg a hegy csúcsát a résztvevők. Két választási lehetőség van a túrázásra, egy hosszabb és egy rövidebb kiránduláshoz elegendő távval. A túrák 9 órakor indulnak a Váci buszpálya udvarról. A közös útvonal a Katalin puszta, Rockenbauer kopjafa, Függő híd szakasz lesz, innen választani lehet, hogy rövidebb vagy hosszabb távon kíván valaki menni. A kis túra a Tanösvény, Libikóka híd, Óriások pihenője, Krokodilos pallósor, Régi kőfejtő, Látogatóközpont buszmegálló szakaszon halad tovább. Hossza 8 kilométer. A nagy túra a Bikkút, Naszály csúcs, Násznép barlang, Látóhegy, ezotermikus rét, Deákvár útvonalon halad 18 kilométer hosszan. Interneten lehet nevezni a túrákra a nevezéskukac.futavac.hu oldalon. Mindenkit szeretettel vár a két túravezető, Lippai Bea és Pálinkás Feri. Április 17-én szerdán 19 óra 15-kor egy rendkívüli együttes érkezik Dunabogdányba a Művelődési Házba. Az In Medias Press nemzetközi szinten is elismert díjnyertes kamara együttes. A koncertjeiket művészi és technikai felkészültségüknek köszönhetően egyszerre jellemzi a virtuózitás és a meghittség. A kamarazenekar repertoárja a korai reneszánsztól kezdve különleges klasszikus zenei átiratokon és részfúvós kvintettekre írt műveken át, egészen a legfrissebb kortárs művekig terjed. Szívesen játszanak könnyű zenei darabokat is, melyek között mindenki megtalálja a számára legkedvesebbet, legyen az filmzene, ragtime vagy éppen latin jazz. Fontosnak tartják, hogy minden egyes koncertjük értékes legyen, és a közönség ne csak rácsodálkozzon a részfúvós hangszerek rejtette lehetőségekre, de valódi és emlékezetes zenei élménnyel gazdagodhasson. A koncert a Petőfi program keretén belül valósul meg, a belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.